Hírek. Nővérem kint élt Salzburgban, meg Nürnbergben sok-sok évet, és leginkább a karácsony hozott minket össze. Nyilván sokat látogattuk egymást, de a karácsony volt az a meghitt alkalom, amikor az egész család összeült, ugye. És akkor ettük a német ételeket, nagyon tradicionális bajor karácsonyi ételek vannak karácsonykor, és nekem ez a dal, ez kicsikét így a nővéremhez köthető, mert ezt hallgatjuk minden karácsonykor. Szálvirágok, random séták, milyen szép pár, mondták folyton, nálunk tényleg nem volt sablon. A forgatókönyvet nagyon-nagyon részletesen írtam meg. Nem tudom, hogy a kedves nézők, vagy aki jobban odafigyel, és talán többszöri alkalommal hallgatja meg a dalt, észreveheti, hogy nagyon tartalmas a szöveg, és rengeteg költői kép van benne, és én a költői képeket nagyon ki akartam hangsúlyozni, és ez azt jelentett, hogy én a Czoller Bencének, aki rendezte a klipet, minden egyes mondathoz odaírtam, hogy mit szeretnék látni, és tulajdonképpen ennek a 98, talán 99%-a meg is valósult. Rengeteg effektet használtunk, és hát szerintem nagyon jó lett a végeredmény, kifejezetten büszke vagyok erre a klipre. Visszakér a múlt, boldogságom jó rád, de más jelmezben próbál engem tőled végleg. Visszakér a múlt. A klip végén visszafele játszolik a mozgás, és hát ez azt jelentette, hogy ugye a szöveget viszont jó ritmusban meg előre fel akartam mondani. Ez azt jelentette, hogy a zenét is, meg a szöveget is visszafele kellett megtanulni. Ez nem történt meg, viszont ilyen transzparenseken tartották a szöveget nekem. És az egyik alkalom, akkor tulajdonképpen az egy ilyen meghalós rész a végén, hogy annyira fáj, nem igaz, mindenki beleadok, fordítva rakták fel a szöveget, és az amúgy is értelmezhetetlen szöveg, fordítva volt leírva, és szakadtunk egyszerűen. Mindig őszintén próbáltam, arra vártam holnap hátra, végre nem támadsz majd hátba. Művész emberként én legalábbis abba a kategóriába esek, aki szereti a külső impulzusokat valahogy bevonzani az életébe, mert ezáltal más dolgok kerülnek ki belőlem érzelmileg, és ez a dologban jelenik meg leginkább. Úgy érzem, hogy jelen pillanatban egy olyan dalcsokrot tudok mutatni hónapról hónapra az embereknek, ami leginkább én vagyok, mert ezeket szinte teljes mértékben én írtam, és ezek már előre elkészített dalok, amikhez csak egy magyar dalszöveget írunk, és egy videoklipet forgatunk. Tehát ez mind az én saját dalom, talán azért tűnik ilyen összefüggőnek, meg egybefüggőnek az idei év.